persze vannak jó családok, meg kevésbé jó családok. Vannak családok, ahol a kirakatban minden rendben, aztán hátul omladozik az egész. De vannak pillanatok, amikor egészen egyértelműen kiderül, hogy ez egy jó család, vagy egy rossz család. Ilyen például a karácsony. Ugye a karácsony, amit szokás hívni a szeretet ünnepének is. Akinek van felesége, meg pici gyerekei, az tudja, hogy ez így nem egészen pontos. A karácsony az nem a szeretet ünnepe, az a család ünnepe. Szenteste a családoddal vagy, nem pedig azokkal, akiket szeretsz. Jó, ez így erős nyilván, ez a poén része, de nézzük meg férfi szemmel, hogy mi a család. Férfi szemmel a család az az anyának és a gyerekeknek egy olyan meghitt szeretet buboréka, ami körül apa téblából. Úgyhogy ott vagy, hogyha kell lesz, meg hazaadod a lóvét, meg te vezetsz Balatonra, de te úgy, ott úgy... Úgy igazából soha. És ahonnan az egész karácsony indul, már a Szent Családnál is pontosan ez volt a helyzet. A szűzanya megszülte Isten fiát, a kis Jézust, és Szent Józsefhez igazából egyiknek se volt semmi köze. És aztán mi lett? Jézus feltámadt, fölment a mennybe, szűzanya évekkel később fölment, nem tudom, hogy tényleg ilyen-e a hangja. Mi volt az? Valaki fölment a mennybe. Szóval, szűzanya fölment a mennybe. Szent József meg, hát, köszönöm gyerekek, tényleg, egy élmény volt. Azt se tudjuk, mi lett vele, nem is írja a Biblia, ő ott el lett maszatolva. És neki el kellett fogadni a tényt, hogy a felesége attól lett terhes, hogy egy angyal járt nála. Hozzáteszem, Gábriel arkangyaltól nem volt túl tökös dolog Máriához menni. Ott könnyű egy ilyen hírrel népszerűnek lenni. Üdvözl légy, Mária! Szervusz, angyal! Fiút fogsz szülni, akinek az Úr az atya, és ő lesz a megváltó. De hisz ez csodálatos, ugye? A férjednek majd mondd el te. És aztán jönnek a három királyok, meg a pásztorok a betlehemi istálóba. Ők is a szűzanyához jönnek, és a kis Jézushoz, egyik se Szent Józsefhez, aki csak ott biodíszletként áldogáltotta az állatok között, vagy hátul cigizett az istálló mögött. Szerintem őt ennyivel elintézték, hogy jaj, de édes a pici, anyuka is jól van. Hoztunk ajándékot. Angyal, mi? És gondolj bele, így tolta végig az egész életét, hittel meg erővel nekem, ő az én személyes hősöm, és mi férfiak azóta is ilyen Szent Józsefekként keressük a helyünket a saját pici kis megváltóink körül, különösen karácsonykor. Nekem apám volt. És tudom, hogy nem vagyok azzal egyedül a teremben, hogy több olyan karácsony is volt életemben, ha épp nem az összes, amikor apám már délután segrészegen ült a fotelban. És ez nekem annyira fájt, hogy miért csinálja ezt velünk még ilyenkor is? Miért nem bír ki legalább egy napot? Miért nem kaphatjuk meg legalább ilyenkor őt? Miért megint ezt a bódult valamit kerülgetjük helyette? Miért nekem kell elvégeznem azokat a feladatokat, amiket máshol a felnőttek csinálnak? Annyira méltatlanak érzem, és annyira fájdalmasnak. De most hogy van három gyerekem? Én lehet, hogy idén kipróbálom. Képzeld, fények, illatok, zene, és én már meg vagyok, gyerekek. Apának már jött az angyal, én már...